Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmes jóslás. A napokban vannak még kihívások, feszültségek. Azon kívül érezhető a Lilith energia. A Lilith energiájánál mindig vágyakról, álmokról és reményekről van szó. De a napokban ez úgy tűnik, hogy ez elérhetetlen. Az is lehet, hogy valakinek elmeséled az álmaidat, a vágyaidat, és ez a személy azt mondja neked, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. És hogy mi történik a szerelmi élet területén, azt megtekintjük most a kártyáknál. Itt látható egy új kezdet, és ez a kisfiú tartja a kezében ezt a kardot. Ez elvágja a félelmeket. Az azt jelenti, hogy te is, és ő is, most átteszitek magatokat a félelmeken. Amit ez a kard még jelent, fontos döntések, és egy új kezdet. Gyakran itt kommunikációról van szó. Ez a kép is egy új irányra, egy új kezdetre utal. Ezek lehetnek utazások, külföldi kapcsolatok. Ez a férfi a kezébe veszi a dolgokat, és tekint egy új irányba. Itt döntésekről is szó van. A kettes szám itt egy kapcsolatot jelent, téged és őt. Ez a másik bot itt a háttérben tulajdonképpen téged szimbolizál. Te ott vagy mellette, ott vagy a közelébe, de ő most egy más irányba tekint. Az nem azt jelenti, hogy más nőket vesz észre, hanem itt vannak tervei, ez lehet egy utazás is, hiszen itt külföldi kapcsolatokról is szó van, de ő erről még nem beszél. Itt újra a kard látható, de ez nem téged illet, hanem az ő környezetét. Itt voltak kihívások, nehézségek, de ő megvédte magát. Itt van nála ez a győzelem. Itt voltak kihívások, ő ezt most lezárja, átteszi magát a félelmeken, döntéseket hoz, beszélni akar veled, itt van egy terv, egy új irány, ezek lehetnek külföldi kapcsolatok, vagy egy utazás, de jelenleg még nem beszél erről. Ami téged illet, te elgondolkozol jelenleg valami felett, vagy gondolsz rá. De itt is vannak még félelmek, bizonytalanságok és álmatlan éjszakák. Te töprengsz valami felett. És miről van szó? Ez a kép jelenti a biztonság érzetét, az anyagiakat, a munkát. Te attól félsz, hogy elveszítesz valamit, holott nagyon nagy szükséged van most a biztonság érzetére. Te benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol minden olyan szűkös, és ebből szeretnél kilépni. Ez lehet a munkahelyed, lehet az anyagi gond, lehet egy bizonyos hely, például a lakhelyed.
Szeretnél valamit változtatni az életeden, de félsz egy új kezdettől. Itt kell a belső egyensúly, a harmónia, nem szabad elsietni a dolgokat. Itt is van egy aranyszabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Maradj az arany középpontban. Itt vannak nálad álmatlan éjszakák, töprengsz valami felett. Fontos a biztonság érzete, de van valami vagy valaki, akit nem tudsz elengedni, és ez fogva tart téged. Kell a belső egyensúly, a bizalom, és lassan előre haladnak majd az események. Rendezed az anyagiakat, a munkád, és ez az állapot is megváltozik. Itt látható ez az uralkodó. Ez jelentheti azt, hogy a lelki társad megpróbál uralkodni feletted. De ennek lehet egy jó jelentősége is, hogy kezébe veszi a dolgokat, elfoglalja a helyét, uralkodik a helyzet felett. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy te is foglald el a helyedet az életben, uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, uralkodj a helyzet felett. Nem utasd ki azt, ha félelmeid vannak. Itt ezen a képen a kelyhek láthatóak, és azok jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt van egy kis nosztalgia, hiszen láthatóak a gyermekkori emlékek. Az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból hozzád. Vagy gondol rád a múltból. Itt szintén a kelyhek láthatóak, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt ez a három kehely utal a múltra. Ezek összetörtek, itt folynak a könnyek, itt szomorúságról van szó. Ő befele fordul, ez a jelenlegi állapot. Az is lehet, hogy elgondolkozik valami felett, vagy gondol rád. A jövő itt a háttérben látható két kehely, ami még nincs összetörve, és utal az érzelmekre, tehát itt lesz egy közös jövő. A kártyák azt jelentik, hogy uralkodj a helyzetet felett, de ne engedd azt, hogy mások uralkodjanak rajtad. A múltból visszatér valaki hozzád. Ő nagyon sebzett, hiszen itt vannak szomorú emlékek nála. Lehet, hogy ez egy más kapcsolatból adódik. Elgondolkozik a dolgok felett, és gondol rád. Ez azt jelenti, visszatér hozzád, és megvan arra a lehetőség, hogy itt kettőtök között kialakuljon egy szép, boldog párkapcsolat. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá!